Málkazalmát nagyon szereti, Sári ezért sütihez lereszeli. Gyere, készítsük el együtt a 2012-es országtortáját, a szabolcsi almás mágtortát. Ne felejtsd el lájkolni ezt a videót, és ne felejts el bekövetni itt is Instagramon is. A teljes receptet a sütisari.blog.hu-n találhatjátok, ti is el tudjátok készíteni. Kevés tejjel simára keverjük a keményítőt és a tojássárgáját. A többi tejet, a cukrot és a kikapart vaníliaalú tartalmát felforraljuk, majd folyamatos keverés közben hozzáadott keményítős tojássárga keverékkel besűrítjük. Kihűlt krémhez óvatosan hozzákeverjük a felvált tejszínt. A tejsehéjéből a cukorral kemény habot verünk, a mákot, a morzsát, a citromhéját és a reveszelt almát összekeverjük, majd óvatosan hozzákeverjük a tojásehéjéhez. Sütőpapírral bélelt tepsire 6 darab doboslap vastagságú tortalapot kenünk, sütőbe 200 fokon 12 perccel készesítjük. Az almát meghámozzuk, lereszeljük a cukorral, egy darab citromlevével, fahéjjal vajon megpároljuk, majd kihűtjük. A torta betöltése a videóban látható módon történik, majd lefedjük és egy éjszakára hűtőbe pihentetjük. Kiszedjük a tortakarikából, a torta oldalát maradék krémmel körbekenjük, majd a torta tetejét díszítjük tetszés szerint. Én fehér csokival és íjcsokival díszítettem. Jó étvágyat hozzá!